True. LinkedIn hozzászólás volt szintén, és erről szerintem nagyon régóta kéne beszélnünk, úgyhogy ezt gyorsan előhozom. Zsófi azt mondta, hogy beszéljünk már a tutit megmondókról, meg hogy mennyire kurvára nem vagyunk kíváncsiak a tutit megmondókra. És ezt azért tartom fontosnak behozni itt és most, mert rólunk hihetik azt, hogy ilyen arrogáns tuti megmondók vagyunk, és hogy mi aztán az igazságot és a és az csak a kizárólag. Az, hogy éberek vagyunk és tudatosak, és hogy vagyunk annyira önismeretben, hogy tudjuk, hogy ez az én utam, az meg a te utad, még csak nem is biztos, hogy a mi utunk, hanem bizonyos pontokon együtt tudunk menni ezen az úton, mert érintőlegesen találkozunk, de nem vagyok meggyőződve, hogy mindig ugyanaz lesz az utunk. Ha így lesz, akkor az boldogság, de egyébként meg nem erre vagyok felkészülve. Szóval, hogy ez nem a tuti megmondás, és aki ilyen tutit akar megmondani, és ilyen kurva nagy önbizalommal jön, és nincsenek kérdései, mert hogy mi itt folyamatosan a saját kérdéseinket mantrázzuk, és a saját válaszainkat, és arra várunk, hogy tőled mi jön onnan a közönségből. Igen, pont ez jutott az eszembe, amikor így elkezdted mondani, hogy szerintem mi is kaptunk már meg egyébként valamelyik csatornánál ilyen megjegyzést, hogy na, a két okos nő, aki itt majd jól megmond mindent is. Az én igazamat, meg a te igazadat elmondjuk, de az én igazam nem biztos, hogy a te igazad, meg pláne nem biztos, hogy a ti igazatokat kint. Ez egyfajta nézőpont, és nekem mindig ez a mániám, és imádom azt a 6-os-9-es példát, ami mindig a Facebookon, meg az összes többi közösségi médiában szokott menni, hogyha innen nézem 6-os, ha innen nézem 9-es, a te látod 6-os, ha én 9-es, és meg is gyilkolhatjuk egymást a saját igazunkért, basszus, mind a kettőnek igaza van, és senkinek nem, és szerintem ezt így már ki is mondtuk valahol. Én szoktam, bocsánat mondani, a kockával, ha jól emlékszel, vagy de biztos, hogy ezerszer hallottam, hogy szerintem szerintem az igazság minimum egy 6 oldalú dobó kocka, ahol minden oldal összes pöttye valid értékkel rendelkezik, és a saját igazságával. Abszolút, és akkor még nem állt az élére, meg a sarkára. Ezzel sincsen semmi baj. Itt az a kérdés, hogy az én igazságomat mennyire tartom egyetlennek, meg egyetemesnek, és próbálom lenyomni mindenki más torkán, vagy egyszerűen hajlandó vagyok arra, és igazából ez az, amit mi próbálunk, és szerintem ez az, amilyen néztek, hogy gyerekek, beszélgessünk, tehát én így látom, te mit gondolsz? És ebből alakulnak ki, és hány videónk alatt alakultak ki, tök jó beszélgetések már, mert hogy vettétek a fáradtságot arra, hogy reflektáljatok, és behozzatok egy tök más nézőpontot. És hány komment utánlövésünk jött, mert ez megint csak indukál következő gondolatot, és még egy gondolatot, és mivel nem jöttetek el legutóbb a kiborító extra élő eseményére, ezt ott nem tudtuk kibeszélni, úgyhogy egyelőre még csak a virtuális térben tudjuk.